Sziasztok, babysitterek és pótnagymamák! Tornázzunk egy picit, hát ha most mondjuk elaludt egy kicsit a baba, akire vigyáztok, vagy a kisgyerek, vagy a gyerekek, és tudtok velem egy kicsit tornázni. Húzd ki magad, akár ülésben, akár állásban, és körözz a vállaiddal. Előre és föl, hátra és le. Bizony, a babysittereknek és pótnagymamáknak is szüksége van az erőn létre, sőt, nagyon is szükségük van. Lentről visszafelé köröz, hiszen az ő munkájuk az tényleg pont annyira fizikai munka is, mint amennyire szellemi, és mindig nagyon nagy odafigyelést igényel, koncentrációt, egy pillanatra se szabad a figyelemnek lankadnia. Engedd le a vállaidat, húzd hátra, tedd a válladra a kezed, elől érintsd a könyököd, hátul a lapockákat. Nyújtózz a gerinceddel, akár ülésben, akár állásban, tényleg az ülő csonttól, vagy ha állsz, akkor a sarkatól a fejtetőig nyújtózz. Nagyon hasonlít az edzőknek és a babysittereknek vagy pótnagymamáknak a munkája, mert ugye nekünk mindig jókedvűnek kell lenni. Vagy legalábbis jókedvűen kell a munkánkat végezni. Ez nagyon-nagyon fontos. Domboríts, hogy előre húzod a könyöködet, és homoríts, hogy hátra, finoman. Lehet lassabban, nyugodtan kilégzéssel előre, és belégzéssel hátra. Tehát mi a vidámság és a jókedv nagykövetei vagyunk. Mondhatom, a vendégek is érzik, hogyha az edző rossz kedvű, és hát a gyerekek is érzik. És az is biztos, hogy a pótnagymamák és a babysitterek nélkül a család gépezete hát akadozva működne, olyan nagy szükség van rájuk. Nagyon jó. Félre is tolhatjuk a bútort, gyere, állásban folytatjuk. És ugye a munkaerőre szüksége van minden dolgozónak, de milyen nagyon nagy szüksége van annak, aki gyerekekkel foglalkozik, mert ott aztán nincs megállás. Tehát tényleg a gyerekek teljes embert kívánnak. A bokáddal köröz, visszafelé is. Muszáj, hogy szállj magadra egy kis időt, és a fittségedet így is fenntartsd, hogy egy picit tornázol, köröz a lábszáraddal. Egyensúly gyakorlatokat is fogunk végezni ma, viszonylag többet, mert az a testi-lelki egyensúlyt is segíti, visszafelé is, és hát erre a ti munkátokban is nagy szükség van. Jöjjenek a nyolcasok, fekvő nyolcasok. Így van, nem kell sietni vele, és ha az egyensúly érzékkel éppen nem vagyunk jól, akkor, akkor lehet támaszkodva vagy kapaszkodva is dolgozni, jöjjön a másik láb. Az egyensúly érzékünk az egyik nap jól működik, másik nap kevésbé, de minden nap kell tréningezni, hogy egyre jobb és jobb legyen, mert azért erre is igaz, hogy ha használjuk, akkor fejlődik. Visszafelé is köröz. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon felelősségteljes munka. Ugye, ha az ember bármilyen munkát jól akar végezni, akkor persze nagy a felelőssége, és nagyon-nagyon komolyan lehet venni, akár a legegyszerűbb munkát is, de a babysittereké az pont nem ilyen. Ott kicsit az orvosokéhoz hasonlítanám, hogy emberélet múlik a lélek jelenléten. Visszafelé is. Így van. Köröz, bocsánat, a körök után nyolcasokat rajzolj, fekvő nyolcasokat. Hopp. Hol az én egyensúly érzékem vajon? De ez így a jó. Tehát ez akkor jó, hogyha egy kicsit billegős. Ez az. Nyújtózz a két karoddal, emeld el a két sarkad a talajtól, és vissza. Amikor leengeded a karjaidat, és leteszed a sarkad, akkor egy kis guggolás, nyújtózás, guggolás. Ismételjük. Legyen szép egyenes a törzsed, akkor is, amikor leereszkedsz, ne görbüljön be. Amikor emelkedsz, jobbra fordulj, hopp, guggolás, balra, így van, guggolás, jobbra, guggolás, balra. Egyébként, ha sietsz, akkor nehezebben megy,
erre itt vagyok én, mint jó példa, és ha egy kicsit lassítasz, akkor könnyebben sikerül. Amikor majd bal oldalról visszatérünk, középen megállunk, nyújtózunk, és tartjuk egy picit az egyensúlyt. Lélegezz kényelmesen, nyugodtan. Három, kettő, egy. Tedd le a sarkad, fúj egyet. Óriás kör, egyik irányba néhányszor. És visszafelé, na legyen akkor négy visszafelé is. Három, kettő, egy, jöjjön a bal láb, kifelé, négy, három, kettő, egy, és visszafelé, négy, három, kettő, hopp, egy. Nagyon jó. Szélesebb terpesz, kifelé mutat a térd és a lábfej. Nyújtózunk, és a karjainkat újból megemeljük, leereszkedünk, jobbra hajlítjuk a törzsünket, de a lábak hajlítva maradnak, közép. Föl, nyújtsd a térdet, nyújtsd a karokat, közép. Balra hajolunk, de a lábak hajlítva maradnak, és közép. Föl, így van. Jobb, közép, föl, le. Bal, közép, föl, le. Jobb, közép, föl, le. Bal, közép, föl, le. Még egy pár. Jobb, közép, föl, le. Bal, közép, föl. És maradunk fönt. Óriás kör a törzsel, jobbra le. Balról föl és vissza. Jobbra. És balra. Gyere, még két pár. Jobbra. Balra. Még egy pár. Ebben a nagy terpezben szép egyenes törzsel előre dőlünk, megtámaszkodunk a talajon, behúzzuk jól a köldökünket. Törzsfordítás jobbra. És közép. Balra. És közép. Ismételt. Jobbra. És közép. Balra. És közép. Jobbra. És közép. Balra. Megállunk középen, és lógunk egy kicsit, vagy sokat. Nyújtsd ki a két térded. Lóg a fej, a karok. Jobb bokádba kapaszkodj meg, finoman húzd a törzsed a jobb lábhoz. De a lényeg inkább az, hogy fordulj oda a jobb lábhoz. Átmegyünk a bal oldalra, fogd a bal bokádat, fordulj oda a bal lábhoz, finoman húzd a törzsed. Majd gyere be középre. A két bokádba belülről kapaszkodj meg, és befelé húzd a törzset. Semmit nem kell erőltetni, ami fáj, azt nyugodtan abba lehet hagyni. Támaszkodj meg a talajon, közelítsd a lábaidat, támaszkodj meg a combodon, domboríts kilégzéssel, és nyújtsd a törzset. Ismételt, domboríts, és nyújtsd a törzset. Domboríts, és nyújtsd. Na még egy. És gördülj föl. Hát lehet, hogy még a labdára is sor kerül, egyébként nem véletlenül gurult ide közel hozzám, de nézd csak, az első gyakorlat, jobb lábemelés, törzsdöntéssel. Karemeléssel, és vissza. Újból a jobb láb, még kilencszer. Emeld a jobb lábad, döntsd a törzsed, bal láb enyhén hajlítva. Még nyolcszor a jobb láb. Így van. Akinek ez ennél még jobban is megy, az mehet lejjebb, talajérintés, de akkor ugye magasabbra kell emelni a jobb lábat, hogy egy vonalban maradjon a törzsel. Hopp-hopp-hopp, így van. Azt hiszem, van még öt. Egy fix pontot néz.
és a karokat bátran használd, akár magas tartásba emeled, úgyis teljesen jó, akár a törzs mellé leengeded, úgyis teljesen jó. Van még kettő. Az utolsót nem tesszük vissza a talajra, hanem megállunk törzsdöntéssel, nem kell nagyon mélyen, karok magas tartásba, jobb láb a levegőben, tért hajlít, könyök húz. Tért hajlít, könyök húz. Köldöködet húzd be, egyenes gerinc, 12, 11, 10, 9, könyöködet a törzsvonala mögé húzd, zárd a lapockákat, 6, egy fix pontot néz, 5, 4, 3, 2, 1. Hú, nem könnyű egyensúlyozni, jöhet a másik oldal. Bal láb emelés, mérlegállás, jobb lábon állsz, bal lábadat emeled, döntöd a törzsedet, és vissza a kiinduló helyzetbe. 9, nem baj, ha nem mész mélyre. Még 8, tehát ha magasabban dolgozol, az is teljesen jó. Kinek mennyire megy, vagy aznap éppen mennyire megy neked, addig fokozd. Van még 5, bal láb emelés. 3, 2, és tudod, az utolsót nem visszük vissza egészen a talajig, hanem megállunk döntött törzsel, bal láb a levegőben, könyök húz, tért hajlít, húz, nyújt, húz, nyújt, húz, nyújt, húz, nyújt, húz, nyújt. Na hát mennyi? 9? 8? 7, 6, 5, érzed a lapockákat? 4, 3, 2, és még egy. Nagyon jó. Nagyon hátizmos volt. Jöjjön egy kis hasizom gyakorlat. Lehet ez lebegőülés is, és akkor ha már itt a labda, akkor egy plüssmaci is jó egyébként. És nem is muszáj használni, hátul megtámaszkodsz, húzattérd, közelíted a combot, törzsed, és távolítod. Közelíted, távolítod, átadod, átadod, hopp, átadod, jobbról balra, balról jobbra. Na mennyi legyen még? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és kell még egy kis hátizom gyakorlat, mert nektek szerintem óriási szükségetek van rá, amúgy mindenkinek, de hát aki a gyerekekért hajolgat, a gyerekeket emelgeti, még inkább hasonfekvés, akkor már jöjjön velünk a labda, emeld meg a fejed, lábakat, törzsedet, add át hátul a labdát, majd ahogy visszahozod, ereszkedj le. Jobbra lefelé megy a labda, átadod, emelkedsz, balra fölfelé, és közben leereszkedsz, átadod, jobbra le, balra föl. Törzs is, lábak is emelkednek, balra föl, jobbra le, balra föl, még egy, sőt még egy, jobbra le, balra föl, és elindítjuk visszafelé, balra le, és jobbra föl, hetet, és hatot, és ötöt, négyet, hármat, kettőt, és még egyet.
Nagyon jó. Pihenj egy picit. Elgurulhat a labdád, leteheted a lüsmacit. Hajd is be az egyik lábad, húzd a sarkad a fenekedhez. És ha tudod, emeld el a combod a talajtól. Nem kell, hogy fájjon. Jön a másik oldal. Comb feszítő oldalt, csípő hajlító oldalt nyújtjuk. Ha tudod, emeld el a combod a talajtól. Nagyon jó. Leereszkedünk, vagy leengedjük a lábunkat, és összegömbölyödünk a baba pózban. Lábujjak összeérnek, térdek között van egy kis távolság, homlokod a talajon, alkarok a talajon. Pihen a nyakad, pihen az egész gerinced, és ez a jó benne. Akármeddig maradhatsz így, de ha már kipihented magad, akkor állásból előrehajlásban nyújtjuk a gerincet, lóg a fej, nyakad, hajad, karjaid, ki is nyújthatod a két térded, amennyire csak bírod. Majd hajlítsd a térded, támaszkodj meg a combodon, domborítva félig emelkedj föl, nyújtsd a törzsed, ismételd még egyszer domború, egyenes, és gördülj föl egy hullámmal. Veszünk három nagy levegőt, beszívjuk, jobbra engedd le a fejed, tedd rá jobb kezed, engedd rá jobb karsúját, és közép, nagy levegő, így van, remélem, hogy alszik még a pici, és te tudsz még egy picit pihenni, nagy levegő, és megérkeztünk, váljék kedves egészségünkre a torna, nagyon szép munka volt, és látod, 15 perc alatt is lehet valamit tornázni, puszi, szia!